Hazahúzó mai adásában Magyarország második legnagyobb városát, Debrecent mutatjuk be önöknek, ahol minden feltétel adott a remek kikapcsolódáshoz, aktív feltöltődéshez, melyről Debrecen élményparkja, a Nagyerdő és a Kerekerdő élménypark attrakciói gondoskodnak. Ha tehetik, tartsanak velünk az elkövetkező 45 percben. Itt vagyunk a Kerekerdő élményparkban, és most pont egy kőkorszaki vízi biciklin ülünk. Így van, így van. Ugye a Kerekerdő élménypark nem csak ebből áll, hogy mi itt vízi biciklizhetünk ezen a tavon. Ugye, hogyha bejövünk, jobban található egyből egy drótkötélpálya, amit nagyon szoktak élvezni a gyerekek. Három fajtája van, tehát hogy a kicsiknek és nagyoknak, tehát kicsi, középhaladó és nagy pályán található rajta. Van lehetőség a tó feletti átcsúszásra, vannak megeleminített meseházaink, van ugye hófehérkés házunk, amiben a hófehérkés a hét törpét láthatják az ide látogató vendégeink. Van egy beszélőfánk, amit a kicsik nagyon szeretnek, ugye mindig, hogyha egy élményelemre elmennek, akkor utána visszavennek a beszélőfához és elmesélik, hogy milyen élményeket tapasztaltak meg. A beszélőfő az nagyon különlegesen hangzik. Igen, igen, nagyon-nagyon király. Ő egyébként egy 500 éves faj és egy csodával határos módon tud beszélni. Van nekünk vízidó dzsemünk, amit nagyon szeretnek a gyerekek, hát ilyenkor ugye nyáron ebben a nagy melegbe nagyon jól esik az olyan élményelemek használata, amiben van víz vagy víz közeli. Ilyen például a víziforgónk, cápás víziforgónk is. A nagyoknak van rettegések kastélya, ami ijesztő, tehát hogy oda kicsiket nem nagyon szoktak egyébként bevinni, de hogy a nagyok számára nagyon jó programot kínál. Minden nap, most augusztusban úgy voltunk, hogy 2 órakor volt egy interaktív dinósunk, amiben 2 dinó, illetve Larina a dinóidó már jött ki, és ők szórakoztatták a vendégeinket. Található nálunk Dodgem is egyébként, amit ugye kicsik és nagyok egyaránt élveznek. És hogy veszitek észre, hogy mind a gyerekeknek, mind a felnőtteknek melyek a kedvenc aktív elemei itt a parkban? A Dodgem mindenképp nagyot megy. A beszélőfánkat nagyon szeretik a kicsik, illetve a piratesip hajóhintánk, amit több mint 10 méterre kileng. Nagyon nagy attrakció a park számára. Vagyunk a kalandpálya résznél, de ez egy gyerekkalandpálya rész, ugye azért nem is próbáltam ki, vagyis próbáltuk ki. Bemutatnád nekem, kérlek, hogy mit lehet tudni így az egész kalandpálya részről, milyen elemekből áll össze? Persze. Tehát ahogy mondtad, ez a gyerekpályának az egyes része, 150 cm-ig használható. Hát ez a gyerekpályák közül a könnyebbik. Itt mögöttünk még van egy 2-es pálya, ez már a gyerekeknek haladóbb szintű. Ezután még lesz egy 3-as pálya, ami az már felnőtt pálya, ez a felnőtteknek kezdő, és ott a túloldalt van egy nagyobb, magasabb pálya, ez a 4-es pálya, ez pedig már felnőttek vehetik igénybe, az már ugye nehezebb. Mind a 4 pálya ilyen drótköteles, ahogy látható, itt mellettünk karabinerekkel vehető igénybe és testhevederrel, van külön felnőtt és gyermektestheveder, ezt kötelező mindenkinek felvenni. A karabinereket mindig be kell kapcsolni, ezt csak kizárólag így lehet igénybe venni. Hány éves kortól ajánlott a gyerekpálya? Nincs korhoz kötve egyáltalán, a magassághoz van kötve, ahogy említettem. Az 1-es pálya maximum 150 cm-ig, a 2-es pálya 160 cm felett, a 3-as pálya 165 cm felett, a 4-es pedig 175 cm felett. Milyen hosszú egy pálya? Hát, körülbelül 10 lábból áll egy pálya, ez teljesen személyfüggő, hogy ki mennyi idő alatt megy rajta végig. Van, aki 10 perc alatt is végig tudja csinálni, vannak, akiknek több időt vesz igénybe, vagy ha valaki nem akar rajta végig rohanni, akkor ugye az is számít. Szóval ez teljes mértékben emberfüggő. És előtte azért bemutatjátok, hogy kell átmenni egy akadálypályán, vagy rá? Persze. A kollégák, ahol öltöztetnek, ott mindig ki van hangsúlyozva, hogy kell használni a karabinereket, elmagyarázzuk, és a nagyobb gyerekek már tudják önállóan használni, ahogy látható, mindenki önállóan kapcsolja fel magát, de vannak kisebb gyerekek, akik igénybe veszik, itt a szülő tudja őt kísérni, igen, mert hogyha itt megnézed, akkor itt kézből el lehet érni a földről, tehát aki még nem tudja,
az annak tud segíteni a szülő. Akkor az a két hevedet, hogy kipróbáld te is a felnőtt pályákat. Jó, köszönöm szépen. És akkor a kollega segít neked felöltözni, közben felöltözök én is. Jó, oké. És amint ez megvan, tudunk menni. Akkor ki is próbáljuk. Nagyon szuper. Tudjál, fél rajta. Jó. Ez oda megy. Jó, hiszem, hogy... Jó, rendben. Ezt nem kell, picit még így köszönöm. Na szuper, mehetünk is. Még és akkor a sisak. Jó. Mehetünk is. Tehát itt vagyunk a hármas pályánál, sisakot kellek ad vissza, és akkor itt fogunk indulni. És ez egy felnőtt heveder, ugye? Igen, igen. Ez egy felnőtt heveder, ez több ponton fogja a testet, hogy látható van alsó és felső része. Ez felel a teljes biztonságért. Mindjárt felmegyünk, és akkor láthatjuk a működését is. Jó. Tehát amiről beszéltünk az előbb, a két karabinát vett ki, légy szíves, ezt oldalt. Jó, oké, és ez megvan, igen. Fontos, hogy mindig így akaszd be. Aha. Tehát az egyiket így, a másikat így. Jó. Így lesz teljes. És akkor ugye így már rajta van a karabiner, indulhatunk. Fontos, hogy mindig várd meg, míg én előbb átérek. Jó, jó. Te nagyon gyorsan átmentél rajta, tehát szerintem én így nem fogok ilyen gyorsan, akkor beakasztom így a karabinert, ugye van, egymással a másikat így. Úgy. És én két kézzel is foghatom? Persze. Gyere nyugodtan. Aha. Ja, és ez jön magától? Így van. Hűha. Itt nagyobbat kell lépni. Átértél? Nagyon az jó. Egyik karabinert akaszd át erre a hurokra, és utána egyből a másikat. Ez egy nagyon fontos szabály, hogy mind a két karabiner egy időpontban sose lehet kiakasztva. Nagyon jó élmény volt különben átmenni. Jaj! Igen! Jól haladsz! Köszönöm szépen! Jó! Na, teljesítettem is! Hű! Hát azért izzasztó pálya volt, de meg lehet csinálni különben. És akkor most megérkeztünk ide az átcsúszóhoz, ugye? Így van, ez az átcsúszó, torony ide kell feljönni. A hármas pálya igazából itt ér véget, aha, tehát ez így van egybe, hogy a hármas pálya vége. Ja, és akkor átcsúszunk, itt átcsúszunk. És ott most fog kezdődni a négyes pálya. Szóval akkor menjünk is fel. Jó, oké. És akkor itt még egyet föl, és akkor úgy csúszunk igen, át, igen, ugye? És onnan fogunk indulni. Úgyhogy ilyen jó melegbe. Nagyon jó lesz egy kis igen, szél. Igen, egy kis szél. És akkor innen fogunk indulni. Szuper! Szóval akkor ez az átcsúszó torony, ugye? Így van, innen jó, fogunk akkor indulni. Kezdem én, ha nem jó, baj. Csak jó? Akkor onnan állj fel, légy akkor jövök innen. Lenes. Tehát igen, ugyanaz a heveder fog kelleni, mint ami az átcsúszáshoz. Igen. Ilyenkor, amikor feljönnek a vendégek, akkor mindig így leellenőrizzük, hogy feszesen minden. Aha. És akkor szuper. Feszes minden, igaz? Feszes, igen. Jó. Van itt egy csiga, uh-huh, ezzel fogsz átcsúszni. Igen. Ezt be is akasztom. Ezen kívül még szükség lesz a két karabinára. Jó. Teljes biztonságért, hogy bele ne esse vízbe. De ha beleesni, sem lenne semmi probléma, már most nem hideg, úgyse. Hát ez az. Legalább lehülök egy kicsit. Viccen kívül lesz teljesen biztonságos, jó, szóval ne aggódj. Oké. A jobb kezedet tedd a tetejére, a ballal pedig fogd meg ezt a hármat. Jó. Most tűj bele. És nyújtsd előre a lábad. Igen. A feketébe kell majd beledobbantani, de a kollega el fog kapni, jó? Jó, rendben, oké, és igen. Jó, utat vigyázz magad. Köszönöm! Magadra. Nem is láttam sehol. Van ilyen máshol esetleg? Szokták mondani a vendégek egyébként, hogy találkoztak már vele több helyen, viszont
általában meg szoktak lepődni, hogy mi az, hogy vízi dodge-em. Tehát, hogy tudják azt, hogy van dodge-em, de az, hogy vízi, az mégis különleges. Az nincs meg. És gondolom, hogy egy személy ülhet benne egyszerre. Pontosan. Mert hát több ugye nem is férne el, ja, én közben itt bejöttem, kicsit odébb megyek. Igen, én is próbálom azt nem kontaktust átolni, de elég nehéz. Nem baj, jó lesz ez. Egyébként úgy működik, hogy attól a 15 éves korosztály számára szokott ez az egész működni, őket szoktuk beengedni, viszont így egy személyes. Általában, hogyha 5 évnél kisebbek jönnek, akkor viszont szűrővel kell, hogy használják. Aha. És akkor gondolom beül a pici a zöldbe, és akkor úgy. Igen, igen. Súly van meghatározva, maximum súly? 70 kilóig lehet csak beülni. Ezt elmondjuk a szülőknek is, és ezáltal kell választaniuk, hogy akkor vagy apa, vagy anya, általában inkább anya. Anya szokott anya nyerő, igen, igen. És hogy működik? Mert láttam, hogy mielőtt elindultunk, megnyomtak hátulra egy gombot, és ennyi, és akkor nekem kell pedálozni, vagy a gáz nyomni, meg kormányozni. Igen. Vizitodzsem, után átjöttünk a safari vonat. Ez is kellemes, különben árnyék van, jön néha a kis szél. Nagyon szokták szeretni egyébként a vendégek ezt is. Általában ez a második, amit megrohamoznak, ugye azért a mosdó után meglátják a safari körhintát, és egyből állatok, azért csak szeretik egy békés környezetnek igen tűnik, és hát végül is az is. Meg ez olyan pihentető, nem? Igen, nem abszolút. Kell semmit csinálni, csak így ül az ember, nézem őt. Igen, igen. És ezt is inkább a kisebbeknek ajánljuk. Úgy működik ez az egész, hogy 70 kilóig lehet felülni, de a vízidodzsemmel ellenben itt már nem csak a kisebb korosztály számára lehet jó szórakozás, hanem a fiatal felnőtteknek is, és hogyha vannak kisgyerekkel, akkor ők is felülhetnek ugyanúgy vele. Mindenki élvezheti. Mindenki, abszolút. És látom tényleg, minden szafari állatot látunk, az elefánton át, a zebra, a zsiráfig, minden van. Erről azért van egy kis boci is, de na, igen, igen, mindenféle állat megjelenik itt is. A Kerekerdő élményparkban van egy különleges attrakció, a beszélőfa. Mielőtt elhagytuk az élményparkot, mi is beszélgettünk vele. Szia, beszélőfa! Szia, szia! Ismered a Hazahúzó turisztikai magazin műsort? Igen, igen, ismerem. Raó, te nagyon okos fa vagy. Képzeld, most itt forgatunk, úgyhogy most te is bekerülsz a műsorba. Köszönöm szépen ezt a lehetőséget. Hány éves vagy? Képzeljétek el, én már egy 500 éves elvarázsolt töltfa vagyok. És szeretsz itt lenni? Jó ez a hely itt neked? Igen, igen, nagyon imádok itt lenni. Mit szoktak tőled a gyerekek a leggyakrabban kérdezni? Hát a legtöbben a koromra, illetve hogy hogyan tudok beszélni, kíváncsiak. És hogyan tudsz beszélni? Hát az úgy történt, hogy kis csemetekoromban egy varázsló elvarázsolt engem. Így kinőtt a szemem, a szám, illetve az orrom is. Ó, hát ez nagyon jó. És figyelj csak, fa, nincs neked nagyon meleged most? Hát jelenleg a napsütés alatt igen, elég meleg van, viszont minden reggel, illetve délután meg vagyok locsolva, szóval nincs nagyon melegem. Nagyon jó. Hát nagyon szépen köszönöm az interjút, és minden jót neked, vigyázz magadra! Ti is vigyázzatok magatokra, sziasztok! Kerekerdő élménypark bemutatása után Debrecen másik vonzerejét, a debreceni állatkertet és vidámparkot mutatjuk be önöknek.
Itt vagyunk a Debreceni állatkertben, hát egy nagyon csodás helyen álltunk meg. Igazán egy afrikai hangulatot varázsol ez az egész rész itt. Mióta üzemel az állatkert? 1958. május 1-én nyitotta meg kapuit az ország első állat- és növénykertje vidéki állatkertek közül, és azt lehet mondani, hogy azóta bőségesen történt változás évről évre, gyarapodott a kert állatkerti, növénykerti értelemben is, úgyhogy itt a nagy erdőn, mint az ország első természetvédelmi területén már 65 éve működünk. Több mint 80-an dolgozunk teljes állásban azért, hogy ez a 17 hektáros park látogatói szemmel, szakmai szemmel is minél magasabb szinten működjön, és ezt az év 365 napján tesszük, hiszen az állatkert minden nap látogatható. A Vidám Park az szezonálisan a tavaszi szünettől egészen a halloweeni ünnepig, október végéig fogadja a vendégeket, és hát az én kötődéseim az családi szempontból is megvan a parkhoz, de hát vagyunk így páron a területen, akik generációs kötődésűek a parkunkhoz. Hányféle állat található itt nálatok? Azt lehet elmondani, hogy ez egyre bővülő gyűjtemény most már több mint 200 faj, 900 egyedét mutatja be, ami egy abszolút komolyan vendő szám, és ebben található több mint 30 faj, amelyik az Európai Fajmegmentő Programban vesz részt. Az Európai Állatkertek Akvárium Szövetségeinek a teljes jogú tagjai vagyunk 1994 óta, és ez hozzásegít bennünket ahhoz, hogy olyan természetvédelmi szempontból, vagy akár látogatói szempontból érdekes fajokat mutassunk be, amelyekre fokozott figyelmet kell fordítanunk. Vannak nálatok olyan fajok, mondjuk, ami máshol nincsen itt Magyarországon? Olyan állatfajok? Természetesen az itt látható recélzsiráfok is egyedül Debrecen városában találhatók meg országunkban, de emellett a karcarvó antilopokat érdemes talán kiemelni. Több mint egy tucat ilyen faj van, ami csak itt látható az országban. Ha éppen szembenézek a papagájsorra, akkor a szokorró galambot emelném ki, ami Hawaii-szigetekről kihalt gyakorlatilag, tehát vannak olyan rendszertani természetvédelmi kategóriába tartozó fajok, amelyeket már csak állatkertben lehet látni. Interaktív show-k is szoktak nálatok lenni, vagy ilyen programok, amit nézhetnek a látogatók? Így van, törekszünk arra, hogy bármikor is érkezik a kedves vendége, kellő interaktív testközeli élményekben lehet része. Ha az állatkertre gondolunk, akkor az Állatok Akcióban programmal több mint 15 időponttal várjuk a vendégeket, kattasétányt, hogyha szabad kiemelnem, a pingvin sétát, emellett egy zsiráfetetést is, számos olyan programelem van, amelyek egyedülállóak. Most ugye a zsiráfokat fogjuk megetetni, de igen, először, ami a legfontosabb, ugye, hogy mit esznek, úgyhogy most ezeket a lombokat el fogjuk vinni, és oda fogjuk nekik adni, ugye? Igen, így van. Ugye a zsiráf az elsősorban lombevő, tehát táplálékspecialista állat, és nálunk is van lombetetés, főleg így idényben, nyáron, és most meg fogjuk őket etetni juhallomba. Úgyhogy légy szíves, segíts nekem is. Persze, természetesen ezt hozom is. Jó. Hú, hát már nagyon várják. Hogy nem, ez a kedvencük. Igen. Jó erősen fog meg. Jó. Aha. Úgy erősen kell tartani, mert nagyon erős nekük van, tehát... És ezt mind meg is eszik, és a kicsi meg nem figyel, eszik? A kicsi is eszik, ő is jön. Ugye itt jól látható, hogy ahogy leszedik a levelet, hogy a hosszú nyelvük arra van kitalálva, hogy végig tudják húzni. Hosszú nyelvvel így szépen lehúzza. Aha. Húzza le. És elsősorban először a levelet kezdik el enni, ugye az a fő rész, de egy idő után elkezdik akár a háncsot is elkezdik komolyan fülyeszteni. Azt is elkezdik fülyeszteni. Igen, vannak kedvenceik, vannak jobb ízű, tehát mondjuk a fűsz, az kifejezetten ilyen, nagyon szeretik, az teljesen fehérre lehet. Az a kedvenc? Várjál, betámasztom ide a lábbal, mert mennyi idő? Ők milyen, először is kezdjük úgy, hogy milyen fajta zsiráfok? Reszélzsiráfok, ők csak nálunk vannak. Ők egy család, olyan értelemben, hogy az anyuka, a legidősebb, Emma, aki középen van. Igen. Ugye van Jabari, ő egy kifejlett... Ő van itt a szélén, akit élnek, kifejlett Dika, Jabari, és itt van Zahara, ő 3 éves, Jabari meg 6 éves. És a két fiatalt kézből neveltük, mivel hogy Emma nem nevelte, ezért nekünk kellett felnevelni kézből de kettőt. Ezért ez látszik is, hogy eléggé ilyen emberre szokott, a szocializáltak, így van. És akkor ti etettétek kicsiként még tejjel? Így van. Hát először van egy főstejtávszer, azzal imitunk, ugye itt nagyon fontos az első napokban zsiráfnevelésnél a
a megfelelő immunitásnak az elérése, azt egy főstejtárszerrel pótoljuk így mesterségesen, és azután hevített marhatejet kapnak, tehát ami nem pasztorozott, de azért mégis egy hevített tej, az rendes magyar tarka tej, tehát és azon nőttek fel az első időben. És egyből készhez szoktak? Hát ugye ki kell alakítani egy olyan kapcsolatot, ugye, mivel, hogy kézből nevesz egy állatot, akkor ő csak tőled várja, vagy megkapja a táplálékot, ez kialakul. De nyilván az első napok azok nehezek azért egy kis borjú esetében, de ez kialakul ez a kapcsolat. Tehát ez, hogy összeköt téged azzal ellen a táplálékkal, meg hogy te neveled, kialakul egy ilyen kötelék, ami egyébként látszik is Jabarin is, meg Zaharán is, igen, hogy kézből neveltek. Tehát ők bírják az emberérintést, szocializáltak. Emma ő például nem. Ő nem szereti, hogy a fogdossák. Hát ő azért az látszik, hogy ő egy vadabb. Igen. Állat. Jajaj. És így vannak. Ugye együtt egy család. Ugye most szeretnénk majd ezt továbbvinni, ezt a vérvonalat Jabari által, majd szeretnénk neki egy idegen vérvonalú tehenet, és akkor így menne tovább ez a történet. Mi a fő jellemzője ennek a recésfajnak? A recésfajnak igazából az, hogy elég kevesen is vannak már Afrikában, ugye főleg ott Etiópia környékén. Arról kapta egyébként a recést, hogyha megnézed a szélét, a mintázatának egy ilyen recésség van mindenhol, látod? Igen. Ez egy jellemző, meg sokkal kevesebb van belőlük állatkertekben, mint a Rothschildból például, az van a legtöbb helyen. Más a mintázata is. Ezt is szerinted a kezemben elfogadja? Hogyne. Jó, ott van. Jaj, de aranyos vagy. Előbb zsiráfokat etettünk, most meg átjöttünk ide a papagájos részre, és hát látom, hogy neked van egy nagyon kedves, készhez szoktatott arapapagájod, ugye? Így van, ő egy kék-sárga arapapagáj, hát a Debreceni Állatkertnek ő az egyik nagy követe itt a papagáj soron. Isten igazából 3 hónapos kora óta van velem, nem teljesen imprint, tehát szülők által nevelt. Először még ilyen pótszülő voltam, de már a párjának tekint, ezért ez a nagy bizalom. Úgyhogy nincs szárnyazva, békjózva, bármikor elmehettem, de ő már most már inkább ilyen kis közönség kapcsolatot is ápol. Hát meg most már hozzá szokott, nem? Hát igen. És akkor mindig, amikor jössz be dolgozni, őt kiveszed magadhoz, és akkor veled van egész nap? Igen, tehát sok időt töltünk együtt, bár nyilván nem egész nap csak ővele foglalkozok itt az állatkertbe. Viszont nagy örömünkre már több mint egy éve az Állatok Akcióban program keretében lehet vele fényképezkedni, és minden délután 2 órától. Úgyhogy ezt már megtanulta, hogy gyakorlatilag bárkinek a karján egy fotó erejéig szépen megül. Mi a jellemző erre a fajra, erre a papagáj fajra? Isten igazából a szakirodalom tollas majomként is emlegeti őket, hiszen a magas intelligenciája emeli ki a többi papagájtól őt. Néhány szót mond is, de beszélni nem tanítottuk. Az, amit mond, azt úgy saját maga, amit ugye elhallott, illetőleg hát van olyan, ami tetszik neki, azt úgy utánozza, ilyen a babasírás, vagy az őrkutya, tehát ezt is eltanulta, az ugatást. Úgyhogy tulajdonképpen ez az, ami őt kiemeli, hogy megfelelő gondoskodás mellett egy 3-4 éves gyermek szintjére ugye fel lehet hozni. És itt értem az érzelmi és az értelmi intelligenciát is. Mögöttünk csak papagájok vannak még, vagy van más fajta? Isten igazából papagáj soron vagyunk, de van más faj is itt nálunk, de legfőképpen aráink vannak, kék sárga ara, zöld szárnyú ara, illetve itt mögöttünk a sárga szárnyú arák, de ezen kívül még található nemes papagáj, jákó, és még perzsa és rózsás turákó is. Ugye beszéltünk róla, hogy ez ilyen mindennapos program nálatok, hogy gyerekek jönnek, vagy felnőttek, és akkor átadod a kezükre. Akkor most nézzük meg, hogy nálam el lesz. De már nézegetett, és azt mondtad, hogy ha egy oldalra fordítja a fejét, akkor szimpatikus vagyok neki. Igen, meg bármilyenféle interakció, amikor ő is érdeklődik, akkor az szia! Az működik, úgyhogy szerintem menni fog. Hogy csináljam? Csak így nyugodtan. Tartsd a karot. Adunk neki egy kis nasolnivalót, hogy neki is megéri a történet. Szia! Nagyon aranyos vagy. Isten, de édes!
erősen kapaszkodnak. Hát igen. Alapjáraton egy normális kéksárga arra súlya ilyen 1200-1300 gram, de más az érzete, amikor így határozottan tartja az ember. Nagyon aranyos vagy. Papagájuk után most átjöttünk ide a vörös panda, ugye? Ez, igen. Ez a faj neve. Vörös macska medve, vagy más néven kis panda? Kis panda. És úristen, de aranyos, ő a picike, ő nemrég született, ugye? Igen, június 18-án adott életet az édesanyja neki, úgyhogy alig múlt 2 hónapos. Júj, de aranyos. És ez ritkaság, nem azért, hogy így engedik az embereknek, hogy mármint, hogy neked, hogy így... Hát ez mindig attól függ, hogy milyen a gondozóval a kapcsolat, illetve milyen az állatnak a karaktere. Tehát van, aki biztos, hogy nem enged oda a kölykéhez, de hogyha van egy kialakult bizalmi kapcsolat, mint esetünkben, az anyával, akkor igen, ez lehetséges. Nagyon aranyos, mint egy plüss. Ugye azért vagy kerítés mögött, azért nem hoztad ki, mert még pici és óvni kell, igaz? Ez így van, meg alapjáraton ugye az állatkerti állatok ugye a saját tartóhelyüket ugye otthonuknak tekintik, úgyhogy oda úgymond kvázi illetéktelen behatolom, még ha kis állat, bébi állat nincs, akkor sem annyira jödik. Igen, még csak tejjel táplálkozik, gondolom. Pontosan, fél éves koráig ez így is marad. Hát és aztán majd gondolom az édesanyja vegyes táplálásra majd rábírja, mert hála jó Istennek nagyon-nagyon jó mami, úgyhogy gondozza mejt. Úgyhogy ránk így olyan szempontból nincsen szükség, hogy a táplálás szempontjából. Mi jellemző erre a fajra? Mi mond? Alapvetően ilyet a szabad természetben nem látsz, hogy egy hím és egy nőstény ilyen szinten közel vannak egymáshoz, mert ilyen magányosan kóborló faj ők. Isten igazából akkor, amikor a párzás időszak van, akkor találkozik össze a hím és a nőstény. Egyébként a kis pandát a szabad természetben kizárólag az anya neveli, és csak 1 éves koráig. Utána ők is külön válnak útjaik. Bejöttünk ide a hűvös részre, és most a pápa szemes pingvinekről fogunk beszélgetni. Mi jellemző erre a fajra? Az egyik legfontosabb, amit róluk tudni kell, hogy ők Afrika egyetlen pingvinja, úgyhogy nekik ez a klíma, amit Európában van, télen-nyáron tökéletesen megfelel. Természetesen a tűzőnapot annyira ők sem kedvelik, ilyenkor szívesebben csobbannak egyet a medencébe, vagy vonulnak egy picit az árnyékba. Viszont az elnevezés, hogy pápa szemes pingvin, az onnan ered, hogy van itt a szemük felett egy csupasz rózsaszín bőrfelület, és ez segít nekik a testük hőszabályozásába, ugye itt tudják egy kicsit hűteni maguknak a vért. Mióta dolgozol vele, hogy ilyen jól össze vagytok szokva? Bán februárban volt 3 éves, és elég egyedi az esete, ugyanis a pingvinek normális esetben együtt mozognak a kolónia, ha belépünk, akkor megijed, becsobbannak a vízbe, elmennek a fészekbe, egyedületetéskor van egy szép rendszer, ahogy jönnek sorba. Viszont Bán a tavalyi vedlés után úgy döntött, hogy elkezd kolléganőmnek és nekem udvarolni, és azóta így levakarhatatlanná vált. Így nagyon szívesen van a közelünkbe, és elfogad bármilyen ilyen simítást, azonban a többiekkel sajnos agresszív. Akkor ti ilyen kivételes esetek vagytok. Igen, és Bán is rendkívül egyedi. Mivel táp, gondolom, halat eszik. Igen, ugye a természetben szardinia, szardella, makrélaféléket is fogyasztanak, meg heringféléket, és itt az állatkertben fogyasztásból felolvasztott nyers heringet kapnak naponta. 2-szer van egyetetésünk, még látogatási idő előtt, ilyenkor szoktuk őket vitaminozni, sótablettázni. Jobban ugye meg tudjuk őket figyelni, és van egy etetésünk, amit a látogatók számára is tartunk, ez 2:30-kor látható, és akkor fogyasztják el a heringüket. Nálunk ez a 20 egyed naponta közel 10 kilót is megeszik. Az igen, és milyen vízben, édes vízben vannak? Igen, itt nálunk édes vízben vannak, ezért kapnak kiegészítésként sótablettet, amit a vitaminnal együtt kapnak meg minden reggel. Ilyen pápa szemes pingvinek szaporodtak már nálatok? Igen, mostanra elmondhatjuk, hogy csapatunknak több mint fele már ritkelt ki nálunk. Ugyanállatok, ha jól tudom, van ilyen pingvin sétaprogram, vagy a látványetetés. Ilyenkor a gyerekek
biztos meg szeretnék simogatni, mert nekem is az volt az első kérdésem, hogy megsimogathatom, hozzányúlhatok? Igen, két programpontunk van, 3-1-2-kor tartunk egy pingvin bemutatót, ilyenkor Bán, mint főszereplő szeret előtérbe kerülni, ki szoktuk hozni a látogatók elé, elmeséljük a róla fontos tudnivalókat, és interaktív a program, tudnak tőlünk kérdezni is, azonban a simogatás az két okból sem megfelelő, ugye csak velünk kedves, mindenki más nagyon durván meg tud sípni, meg harcol, hogyha olyanja van, valamint az állat egészségügyi okait vagy egészségi állapotát tekintve sem észszerű dolog, hogyha mindenki megsimogatja. Bejöttünk most ide a gyűrűs farkú makikhoz, és a mazsola a kedvenc csemegéjük, mert most azt adunk nekik. Igen, nagyon szeretik a minél édesebb dolgokat. Alapvetően azért zöldségeket, gyümölcsöket fogyasztanak, túlnyomó többségben zöldségeket, így nyilván nagyon örülnek minden édes falatnak, de erre nagyon oda kell figyelnünk, nehogy cukorbetegek legyenek, ők is fennáll ez a veszély. Úgyhogy próbálunk csak ilyen jutalomfalat szinten adni nekik ilyen finomságokat. És az előtt meg akartam simogatni, de mondtad, hogy nem szeretik a simogatást. Igen, nem annyira kedvelik, nagyon barátságosak, érdeklődőek, oda mennek, megfogdossák a látogatókat is, hogyha olyan kedvük van, viszont így a simogatást annyira nem tűrik. És akkor hogy szokott kinézni ez a... Itt, jaj, bocsánat. A látogatók is ide jönnek, és akkor ugyanígy etethetik mazsolával őket, ugye? Nem. Naponta kétszer fél órára gondozó jelenlétében bejöhetnek a látogatók, ilyenkor ugyanúgy tudnak érdeklődni, meg információt gyűjteni a fajról is, és ilyenkor szoktuk őket etetni, úgyhogy aktívan láthatják őket mocorogni, és szépen ilyenkor látszódik a hierarchia, ugyanis náluk a nőstények a dominánsak, úgyhogy elég sok felé kell tennünk a takarmányt, hogy a fiúk is hozzájuthassanak. Hány maki van itt bent? Jelenleg 11-en vannak itt. Tavaly született egy ikerpárunk, így van 6 nőstényünk és 5 hímünk. És mi szükséges nekik ahhoz, hogy itt jól érezzék magukat? Igyekszünk biztosítani minden igényüket, természetesen ebbe a hőségbe a friss víz, az árnyék, a hűs belső, ami a legfontosabb, és a takarmányukat is próbáljuk minél színesebben kínálni. Azt is hűsítve kapják ilyenkor a nyári időszakban, valamint majom, illetve félmajom révén ők is nagyon élveznek mindenféle környezetgazdagítást, így igyekszünk a kifutójukat is időként megújítani. Most legújabb elemünk volt ez a felettünk látható csüngő hinta, amit előszeretettel használnak, főleg a két fiatalabb egyed végig rohangál rajta és nagyon élvezik. Hány évig élnek a makik? Körülbelül olyan 20 évig is élhetnek. De direkt ilyen sétakocsikázó tempóra váltottam. Hát ez nagyon jó lesz így, sétakocsikázás közben tudunk akkor beszélgetni. Ugye az állatkertbe forgatunk előtte, hogy ez milyen különleges állatkert, mert ugye, hogy van vidámparki része is. A vidámpark, tehát együtt nyitott a kettő, vagy később volt a vidámpark? Először nyitott az állatkert 1958. május 1-én, és két évre rá nyitott ki a Vidám Park, és utána egy évvel, tehát 1961-ben pedig közös üzemelésbe mondták, hiszen ha megnézzük, hogy a debreceniek építették ezt a parkot, nagy büszkeség mind a mai napig, hiszen sok generáció tér vissza és mesél arról, hogy milyen volt gyerekként, akár nagyszülőként is már ebben a parkban részt venni az irányításban. Egy kicsit csúszkálunk, hiszen ez egy kis felturbózott változat itt a zöld lóhere jelzés rajta, hogy tud ilyet is. Ja, mert hogy a zöld lóhere azt jelenti, hogy akkor ez egy ilyen turbós, sportfokozatosabb dodgem? Igen, az Alfa Romeo 4 nevelő lóherét vettük kölcsön annak ehhez az ötlethez egy kicsit. Parami jó! Ezért drifteljünk be. Hát nyilván, hát akkor már próbáljuk bárki, nem? Igen, és most itt lejöttünk a Vidám Parkon belül a Dodge Jam részre, de hát ez nem olyan Dodge Jam, mint a megszokott más többi Vidám Parkban, hanem ez sokkal inkább régi módi, hagyományos a Dodge Jam. Van történeti emlék kategóriába tartozik, ha megnézzük azt az egész generátor szerkezetet, ami ezt meghajtja. Ez a villamosításnak az őskorába vezet vissza. Természetesen azért az elektromotorok folyamatos karbantartást igényelnek, de rendkívül energiahatékonyan működik is.
látható még itt a Vidám Parkban? Milyen 21 játék ellen. Többek között a klasszikusokon kívül megvárjuk a vendégeinket. Kisvasút, alapítás óta itt van az elvarázsolt kastély is. Elvarázsolt kastély is van itt? Így van, a Toldi Panoptikuma található benne, de meghagytunk néhány klasszikus eremet is. Reményeim szerint a Döbrögi kastélyaként fog újjáéledni, de mellett a kacsavonat, hogy a legnépszerűbbek között mondjak egy példát, vagy a most átadott a Galiba Gyermekfesztiválon átadott barokk körhinta mutatja azt, hogy folyamatosan újul vadonat viesztőzünk el is a Vidám partját üzemel. Ugye az előbb dodzsemeztünk, és most átjöttünk ide a barokk körhintához. Mondhatni, hogy ez egy új játékelem itt nálatok, ugye? Így van. A Galiba Gyermekfesztiválon adtuk át, és mutatja azt a fajta megújulást, amit a parkunk évről évre folytat. Itt vagyunk a Ludas Matyi Vidámpark bejáratánál, a szobor mögötti részen, itt az elvarázsolt kastély melyikén, és azért az látható, hogy egy olyan illusztris környezetet sikerült kialakítani, amivel visszaidőzzük a vidámparkok hőskorát. Erről a barokk körhintáról érdemes megjegyezni azt, hogy egy olasz manufakturális keretek között családi vállalkozásban készült körhinta, amely Pádua mellett már 50 éve gyárt ilyen és ehhez hasonló eszközöket, és hát ez abszolút energiahatékony, mindössze 1500 watt teljesítményű és LED megvilágítású, tehát az éjszakai üzemmódot is tudja, és vannak ilyen eseményeink, amikor esti vidámparkozás lehetőségét is biztosítjuk a vendégeinknek. Tehát ténylegesen ez egy olyan körhinta, ami tematizálható, hiszen ha megnézzük a tükör elemeit, látható az, hogy ezek cserélhetőek, tehát a Halloween-kor, az állatkertek éjszakáján, vagy éppen az adventi ünnepkörhöz kapcsolódóan a város főterén kint lesz, és be fogja mutatni azokat az építészeti emlékeket, amire büszkék vagyunk mi debreceniek. Az idén egy éves, négy évszakos Szigetkék tematikus parkról Kis Judittal fogok beszélgetni. Sokakban biztos felmerül az a kérdés, hogy mitől négy évszakos ez a Szigetkék tematikus park? A Szigetkék játszótér egy ikonikus hely Debrecenben. Már az én édesanyám is, aki 1950-ben született, játszott itt, akkor még jubileumi játszótérből. Aztán nagyon sokáig ötholdas pagonyként ismerhettük, és tavaly lett felújítva. Ahogy mondtad, egy éve nyitottunk meg, picit több bár, mint egy éve, hiszen tavaly július végén adtuk át a parkot. És hatalmas dolog volt, hogy a játszótér gazdagodott egy 500 négyzetméteres épülettel, amelyben van egy külön rendezvényterem, illetve van egy úgynevezett Tölgy Tamás rendezvényterünk is, és itt szervezünk különböző programokat a gyerekeknek, tehát a téli időszakban is tudjuk őket várni, ettől négy évszakos. A Szigetkék név, azt, ha jól tudom, akkor Szabó Magda nevéhez kapcsolódik ez a név, hogy Szigetkék, hiszen neki volt egy ilyen regénye, ugye? Meseregény pontosabban, és pont ez a neve, hogy Szigetkék. Amikor felújították a parkot, vagy a felújítás gondolata felmerült, ami egyébként természetesen már régóta borondom volt, hogy ezt a nagyon szép területet itt a nagy erdőn, ahova nagyon sokan jártak ki a debreceni gyerekek közül, családok közül, felújítsák, és addig ötholdas pagonynak nevezték, ugye ez a Mici Mackóhoz kötődik, viszont itt a felújítás alkalmával kerestek valamilyen olyan nevet, ami inkább itt a debreceniséget képviseli, azt hangsúlyozza jobban. Hátul mögött található a Szigetkéknek az egyik legnépszerűbb része. Ezt úgy hívjuk, hogy miniváros, és ez egyfelől a regénynek a helyszínei is, illetve egy ilyen kis Montessori típusú játszótér. Ezzel azt lehet érteni, hogy a gyerekek itt szerepjátékozni tudnak, hiszen van benne
patika, bolt, étterem, rendőrség, itt talán láthatunk is eszközöket, például a benzinkút, tehát ide tudnak gurulni a kis motorral, megtankolni. Ez igazából a kisebb korosztálynak szólna, viszont nagyon szeretnek itt játszani, akár még a 10 éves gyerekek is, tehát ez egy remek bujócska hely, fogócska hely, és ugye itt van bent gyakorlatilag a házak közt egy egész utcahálózat, úgyhogy ez is nagyon izgalmas a kisebbeknek, nagyobbaknak, itt akár rollerezni, vagy gokártozni. Van a játszótorony, ami szintén egy különleges eleme a parknak, ez egy 5-szintes épület, ide fel lehet mászni lépcsőkön keresztül, csúszdákon lehet lefelé közlekedni, ezt is mondjuk csak a gyerekeknek, felnőtteknek nem. Ez megint egy különleges dolog, itt például kiállítást is szerveztünk már, hogy a lombkora önszint szerint megmutattuk a helyi élővilágot a gyerekeknek, illetve van egy függőfolyosú, valamint a parknak van egy nagy területe, ahol pedig a régi ötholdas pagonynak a felújított játékai találhatók. Ezek közt van akadálymentes, illetve van egy nagyok játszótere, az a Nagy Erdei körúthoz közelebbi rész, ez egy ilyen nagyon jó kis csimpaszkodó pálya. Van babahintánk, van akadálymentes hintánk, van egy pici homokozónk, azért az igények szerint tervezünk majd fejlesztéseket is a Szigetkéken, akár több babahinta, egy nagyobb homokozó elhelyezésével. És amit még nem szeretnék kifelejteni, ez pedig a kis erdő, ami szintén az egy évvel ezelőtti felújítás alkalmával került a Szigetkékhez. Van gyakorlatilag egy természetes erdőnk itt a Szigetkék jó nagy részén, ami mulcsos utakkal van keresztezve, és körbe lehet szintén autózni egy ilyen kis aszfaltos úton, de ez is egy nagyon jó dolog, hogy biztonságos körülmények közt lehet akár a legkisebbekkel is egy szép kis bekerített helyen egy természetes közegbe lenni. Ez az egész játszótér rész a Nagy Erdőben helyezkedik el, ugye a Nagy Erdőben van? Igen, itt most a Nagy Erdőn vagyunk. Hát a Nagy Erdőnek a legnagyobb csodája talán ezek a gyönyörű régi tölgyfák, amiből van itt a Szigetkéken, ezért jó pár. Ezek 80-100 éves fák. És igen, ez Debrecennek gyakorlatilag a legkedveltebb üdülő része, pihenő része a városiaknak a Nagy Erdő. Itt vagyunk az Aquaticum Spa Debrecenben, és ugye ez a fürdőkomplexum három részből áll össze. Van egy termál részleg, van egy élményfürdő, és van egy strand. Most először a termál részlegnél vagyunk. Hány fajta medencétek van itt? A termálfürdőben 7 medencénk van, egy kültéri és 6 beltéri medencénk, illetve 2 tan medencénk is. Ezek a medencék, ezekben a medencékben gyógyvíz van. Így van, összesen 6 gyógyvizes medence található. A medencék hőfoka 28-tól egészen 40 fokig váltakozik. A kültéri medencénk, ami itt látható mögöttünk, ez 36 fokos. A beltéri medencéink pedig 4 medence és egy központi váltómedence. A belső építészetileg úgy lett kialakítva, hogy a váltómedence a 28-40-es, az a lélekkútja, és a 4 elem alapján lett kialakítva a másik 4 medence, a föld, a levegő, a tűz és a víz. Minősített gyógyvizünk, és reumatológiai, nőgyógyászati, idegrendszeri panaszokra izomlazító hatással rendelkezik, és más egyéb betegségekre is nagyon jó hatással van. Ehhez megvan a megfelelő orvosi hátterünk is, ugyanis gyógyászati kezelések is zajlanak itt a termálfürdő területén, amit a Debreceni Egyetem Klinikai Központjával közösen végzünk. Mióta van ilyen termálvizes medence itt Debrecenben? Az 1800-as évektől kezdve van Debrecenben fürdő. A régi Vigadó épülete volt az első debreceni fürdőépület, és e köré épült az összes többi komplexum, az összes többi épület az évek során. A termálfürdőnek van a legnagyobb múltja, az élményfürdőnk idén 20 éves, a felújított strandunk pedig 3 éves. És azt lehet tudni, hogy honnan nyeritek a vizet, a termálvizet? Igen, saját hévízkútjaink vannak. Ugye most átérkeztünk ide a wellness részlegre, meg bent van az élményfürdő rész, de nem beszéltünk róla pontosan, hogy hol helyezkedik el ez az Aquaticum Spa.
Aquaticum Spa a debreceni nagyerdő szívében helyezkedik el, három nagy fürdőegységből áll. Az egyik a strand, ahol most tartózkodunk. A strandunk az csak a nyári időszakban üzemel, viszont van két fürdőegységünk, ami egész évben várja a vendégeket, ez a fedett mediterrán élményfürdőnk és a termálfürdőnk. Mindkét fürdőegységhez tartozik szaunavilág. Az élményfürdőben van egy 200 négyzetméteres szaunavilágunk, ez a fürdőruhás terület, a termálfürdőben pedig egy 400 négyzetméteres fürdőruhamentes szaunavilág, ami már az európai szaunakultúrát támogatja. És itt a strand részen, most itt látom, hogy mögöttünk egy olyan medence van, itt úgy látom, hogy ilyen vízisportolási lehetőségek vannak. Így van, a strandunkon összesen 16 medence van, ez a központi épület, ami alatt most éppen ülünk. A központi épület választja ketté a strand területét. Az északi területünk az az aktív zóna, sportpályákkal, gyerekmedencékkel, hullámmedencével, kalandmedencével. A déli terület az pedig a termálmedencékkel a relax zónánk, ami az idősebb korosztálynak a pihenését szolgálja nap mint nap. Csúszdák itt vannak kint a kényére? Így van. Óriás csúszdáink is vannak, és a gyerekmedence, gyerekvilág részen is vannak csúszdáink. Négy darab óriás csúszdánk van, amiből kettő úgynevezett eszközös csúszógumis csúszda. Nagyon népszerű a vendégek körében. A másik nagy előnyünk, hogy a csúszdák használata benne van a jegyárban, tehát nem kell érte pluszban fizetni. És hogyha pedig bemegyünk a benti wellness részlegre, vagy élményfürdő részre, akkor ott is vannak gondolom ugyanígy csúszdák, medencék, ott milyen típusú csúszdák vannak? Ott kettő óriás csúszda van, kettő kamikáze, kettő hidró, családi csúszda. És a medencék, ott hányfajta medence van? Ott két központi nagy medence van az élményfürdőben, az élménymedencénk és a hullámmedence, illetve vannak kisebb pezsgőmedencéink, jacuzzi, élménymedence, bébi medence. Debreceni kirándulásunk első részének a végéhez értünk. Következő adásunkban a történelmi belvárost és környékét mutatjuk be önöknek. Ha tehetik, tartsanak velünk akkor is. Viszontlátásra! A műsor támogatója a Széchenyi Pihenőkártya.